Sziasztok, mérlegek, köszöntek a csatornámon Attila Taró. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik már láttátok az előző videóimat, hogy néztétek, lájkoltátok, különösképpen, ha feliratkoztatok. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Ha úgy vagy a csatornámon, akkor pedig üdvözöllek, örülök, hogy megtaláltál, remélem, hogy a kirakás valamilyen módon a segítséged lesz. Ebben a kirakásban azt fogjuk megnézni, hogy július hónapban milyen energiákat várhatsz a pénz és a karrier területén, de mint mindig ez egy általános kirakás, így figyelj azokra az üzenetekre, amik rezonálnak, és engedd el a többit. Ha azon gondolkodsz, hogy mit a szerepük ezeknek a köveknek, tehát ezeknek semmi különös jelentése van, egyszerűen csak nehézékként használom őket, mert néha a szél egy kicsit felkap, és nem akarom, hogy a kártyák össze-vissza repüljenek. De kezdjünk is hozzá! A kirakásod középpontjában a diadal szekér áll, ami a győzelem, a sikernek a kártyája. Általában azt jelzi, hogy egy olyan idő, egy nehéz időszakon sikerül felülkerekedned, és győzelemmel jársz. Ez a kontrollnak is a kártyája, tehát lehet, hogy valamit a kezedben tartasz, lehet, hogy a te sikered van, az, ami a kezedben van. De azt is jelentett, hogy lehet, hogy túlságosan próbálsz valamit kontrollálni. Az egyensúlynak is a kártyája, lehet, hogy nagyon jól egyensúlyozod az érzelmeidet, valamit, amit gondolsz, de ez a kártya azt is jelenti, hogy egy nehéz időszakot hagysz magad után, és egy sikeresebb jön be az életedbe. Általában ez a kártya nagyon jó abban a tekintetben, ha egy állást vagy előreléptetést szeretnél megkapni, mindenképpen azt jelzi, hogy próbáld megszerezni, mert te leszel az, akit választanak. De ez ugyancsak jelenteti azt, hogy ha valami üzletet szeretnél megszerezni, mert a saját vállalkozásod van, akkor ne tartsd magad vissza, mert te leszel az, aki megnyeri ezt az üzletet, bármilyen üzlet is lehet. De nézzük, hogy milyen más kártyák vannak a kirakásban. A kirakásod a kardok hatossal kezdődik, ami azt jelzi, hogy egy nehezebb időszakot hagysz magad után, a viharos időszakot végre egy nyugalmasabb időszak váltja fel, tehát ez nagyon is rezonál a diadal szekérrel. Mindenképpen azt jelzi, hogy valami stresszes, valami nehéz időszaknak a végére jutsz. Ez jelenthet egy projektet, amin dolgoztál, ami nagyon-nagyon sok energiádat igénybe vett. Jelentheti azt is, hogy magad mögött hagyod a régi pozíciódat, és egy új pozícióba kerülsz. Azt is jelenti, hogy a régi munkahelyedet hagyod magad mögött, és egy új munkahelyet találsz magadnak. De azt is jelentheti, hogy lehet, hogy felhatja azzal, hogy másnak dolgoz, és a saját vállalkozásodba kezdesz. Mindenképpen egy pozitív, nyugodt időszaknak az eljöttét jelenti. És a bolond igazán azt jelzi neked, hogy egy új időszak jön az életedbe, egy új fejezet, ami sok izgalommal tölt el. Ez az új fejezet lehet egy új állás, új üzlet, új lehetőség, új vállalkozás. Mindenképpen az újdonságnak az energiáját hozza magával, amikor valami nagyon izgalmas a számunkra. Jelentheti azt is, hogy megteszel egy nagy lépést egy új irányba, ami egy kicsit bátorságra kell van szükséged. De mindenképpen te vagy az, aki kontrollálod a helyzetet. Aztán a következő lap a kardoknak a 8-asa, ami azt jelzi, hogy egy kicsit a fejedben vagy, mert a kardok 8-as az azt jelzi, hogy a félelmeid miatt nem látod a kiutat egy helyzetből. Ez lehet egy anyagi helyzet, lehet egy projekt, ami nagyon nehezen működik. Jelentheti azt is, hogy a jelenlegi állásodból nem látsz kiutat. Tehát valami olyan helyzetet jelent, ami nehéz úgymond megtalálni azt, hogy hogyan légy sikeres ebben a helyzetben. De ez a kártya mindig azt jelzi, hogy ez a blokk, ez általában a fejedben van. Tehát próbálj egy kicsit jobban relaxálni, mert ha megnézed,
A kártyák azt jelzik, hogy egy nehéz időszakon sikeresen túljutsz egy nehéz időszakon. Tehát próbáld meg egy kicsit pozitívabban megközelíteni ezt a helyzetet, mert én nagyon pozitív lapokat látok. Szóval pozitív lapokról beszélünk, a napnál pozitív lapot igazán nem is kaphatsz, még ha kérnél sem, mert ez a pozitivitás, ez a stabilitásnak a kártyája, ami elhozza azt az új nyugodt időszakot, amiről beszéltünk, különösképpen, hogy a kardok hatos nem csak a kártyán, de a következő kártya is a nap, tehát mindenképpen a nap felé megy, ami jelzi azt, hogy egy jó időszak jön az életedbe. A másik jelentése a napnak, hogy néha a nap igazán rásüt olyan dolgokra, valamint fényderít olyan dolgokra, amiket nem látunk a jelenlegi helyzetben. Tehát különösképp a kardok 8-asnál, ami jelzi azt, hogy valamit nem látsz, lehet, hogy ebben az időszakban fény derül valamire, ami segít neked abban, hogy tisztában láss, valamint hogy abban, hogy sikerüljön felülkerekedni ezen a nehezebb helyzeten. És a kelyhek 10-es is azt jelzi, hogy a nehéz időszakot felváltja a kellemes, a jó időszak, mert a kelyhek 10-es az a vihar utáni szivárvány, napsütés, tehát itt mind a szivárvány, mind a napsütés megjelenik, ami nagyon-nagyon jó jel. Jelzi az, hogy a stabilitás, a boldogság visszajön az életedbe. Tehát ez mindenképpen pozitív kártya, ennél jobb lapot a nappal együtt keresve sem találhatsz, mindenképpen jót jelent minden tekintetben, üzleti életben jelenteti azt, hogy az anyagi problémáid megoldódnak, mindenképpen jó lap. De nézzük, hogy hogyan végződik a kirakás, de előtte ne felejts el megosztani, lájkolni, valamint feliratkozni, mert az nekem jelzi azt, hogy a kirakásnak volt jelentése számodra, valamint abban is segít, hogy növeljem a csatornát, és ez neked csak egy gombnyomás, úgyhogy remélem már meg is nyomtad ezt a gombot, de nagyon szívesen olvasom a kommentben azt is, hogy mi történik az életetekben. Aztán a kelyhek kártyája, a kelyhek lovagja az következő kártya, ami valamiféle ajánlatot hoz az életünkbe. Ez az ajánlat, ez lehet egy üzleti ajánlat, lehet egy munkaajánlat, előreléptetés, mindenképpen pozitív ajánlat, ami nagy boldogsággal tölt el. Ami fontos a kelyhek lovagjánál, hogy nagyon álmodozó is lehet, tehát ha sokat álmodozol, akkor lehet egy kicsit le kell jönni a földre, de én igazán azt látom, hogy ez egy nagyon pozitív ajánlat lesz, bármilyen ajánlat is legyen, mert a nap mellett található. Néhányatoknak ez valamilyen kreatív projektet is jelent, de itt igazán szerintem csak jelzi azt, hogy valami pozitív ajánlat jön be az életedbe. Aztán a következő lap az érmék 8-as. Tehát az érmék 8-as az, mint láthatod, valamin keményen dolgozik, tehát én azt látom, hogyha megkaptad ezt az ajánlatot, vagy új állást, nagyon keményen fogsz rajta dolgozni. Az érmék 8-as azt is jelzi, hogy nagyon jó vagy abban, amit csinálsz, jelentett olyan feladatokat, amik eléggé ismétlődő, és nagyon nagy odafigyelést kíván. De mindenképpen a siker kártyája azt jelzi, hogy észreveszik azt a kemény munkát, és megjutalmazzák azt a kemény munkát, amit befektetsz a mindennapok során. Ez lehet egy projekt, lehet az, hogy állásokra pályázol, bármit is csinálsz, igazán azt jelzi, hogy valami új ajánlat jön be, egy siker,
ami nagyon pozitív hatással lesz az életedre. Aztán az utolsó lapunk a kirakásban a remete, ami azt jelzi, hogy valószínűleg ebben az időszakban egy kicsit elgondolkodsz azon, hogy mi az, amit szeretnél csinálni, mi az, ami boldoggá tesz. Azt is jelenti, hogy lehet ezen az ajánlaton el fogsz egy kicsit gondolkodni. Mindenképpen valami belső utazást jelöl, ami azt jelzi, hogy ennek az utazás végén egy kicsit megvilágosodsz, és jobban át fogod látni a dolgokat. Szerintem itt ez nagyon különösképpen fontos a kardok 8-as mellett, mert mint mondtam, van valami, amit nem látsz, és szerintem ebben az időszakban világosság kerül eléd mind a nap, mind pedig a remete elhozza azt a megvilágosodást, amire szükséged van ahhoz, hogy sikeresen tovább juss, tovább lépj. Aztán a pakli alján a kelyhek 9-es van, ami azt jelzi, hogy nagyon boldog leszel, mert a kelyhek 9-es az a boldogság, valamint a kívánságunk teljesülésének a kártyája. Tehát kedves mérlegek, igazán ennél jobb kirakást nem is kérhetsz, ami fontos, hogy egy kicsit gyere ki a fejedből, és ne gondold túl a dolgokat, mert alapjába véve én azt látom, hogy egy nagyon jó időszak jön az életedbe. Tehát mérlegek, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra láthatlak. Sok szerencsét!